Jelnyelvet kezdett tanulni a miskolci polgármesteri hivatal két alkalmazottja. Azt mondják azért, hogy még jobban segíthessék a siketek ügyintézését. A különleges nyelvi kód egyébként országonként eltérő, ezért is nehéz a jeltolmácsok dolga. Magyarországon 8000 siket és 83000 nagyot halló él. Judit és Ádám a polgármesteri hivatalban dolgozik, és szeptembertől együtt gyakorolják a jelnyelvet. Azt mondták, mindketten önként vállalták, hogy megtanulnak a siketek és nagyot hallók nyelvén. Még nem tudják magukat teljesen kifejezni, de minél többet gyakorolnak, annál ügyesebben alkalmazzák a tanultakat. Nem kell attól félni, hogy az ember kicsit nagyobb kézmozdulatokat, kiemeltebb arcjátékot használ ahhoz, hogy megértsék. Ezt szokni kell, ezt gyakorolni kell, hogy valaki ne érezze kellemetlennek azt, hogy akár egy ügyféltérben, egy ügyfél előtt nagy szájmozgásokkal, arcmimikával, arcjátékkal, mutogatással próbálja meg megértetni magát. Ádám szerint ma már elvárható, hogy egy hivatalban bármilyen fogyatékossággal élő ember el tudja intézni az ügyeit. Ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy valaki beszélje a jelnyelvet. Ez nagyon bonyolult. Igen. Ez nagyon bonyolult. Ezt majd következő fél évben. A jelnyelvnek fontos szabályai vannak. Aki használja, annak törekednie kell a pontosságra, és fontos a kéz, a mimika és a testtartás is. Ha valamit nem tudnak jelekkel megmutatni, akkor egy ABC segít az adott szó vagy mondat lebetűzéséhez. A jelnyelv nem nemzetközi, minden országnak saját jelnyelve van. Ádám és Judit azt is elmondta, hogy már most is jobban tudnak segíteni azoknak a civil szervezeteknek, akikkel együtt dolgoznak, vagy azoknak a fogyatékkal élő embereknek, akik ügyet intézni érkeznek a hivatalba. Az ügyfélszolgálati kollégákat, kolléganőket, nyilván ugye sokan vannak, többen vannak, nem tudjuk mindegyik őket kiképezni arra, hogy teljesen akadálymentesen tudjanak ügyfeleket kiszolgálni, de törekszünk rá. Akkor, hogyha mondjuk jön egy olyan ügyfél, akinek ilyen szintű kiszolgálásra van szüksége, úgy gondoltam, hogy a hivatal részéről mindenképpen egy pozitívum, hogyha akadálymentesen tudjuk a siket és nagyot halló embereket is kiszolgálni. A vírushelyzet az ő dolgukat is megnehezíti, mivel a maszk eltakarja a beszélő száját és arcát. Ez tovább nehezíti az egyébként is bonyolult kommunikációt. A jelnyelv elsajátításához nagyon sok gyakorlásra van szükség, vannak, akiknek évekbe telik, amíg magabiztos tudást szereznek ezen a téren.